Szeretett testvéreim, folytassuk a Lukács írása szerinti evangélium tanulmányozását a 14. rész 28-tól 32-ig terjedő verseit olvasom. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig. Nehogy miután alapot vetett, de nem tudta befejezni, gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja, ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Vagy ha az egyik király el akar indulni, hogy harcba bocsátkozzék egy másik királlyal, vajon nem ül le előbb, és nem tart-e tanácsot arról, hogy szembeszállhat-e 10 000 élén azzal, aki 20 000-rel jön ellene. Különben követséget küld, amikor az még távol van, és megkérdezi a béke feltételeket. Szeretett testvéreim, Isten országa gondolkodását, lelkületét adja át Jézus. És itt sorra az ő követéséről beszél, megelőző versekben is, amiket tegnap hallottunk, és a maiban is. Építkezéshez hasonlítja az ő követését, és azt mondja, hogy mielőtt valaki döntést hoz, azelőtt mérje föl, hogy kész-e, ahogyan olvassuk, vállalni az egész utat, kész-e erre az építkezésre, eltökélte igazán a szívében, itt tulajdonképpen arról van szó, hogy mérje föl a költségeket, mibe kerül, mi lesz a következménye, és vállalja-e, mert különben elindul, és aztán kiderül, hogy köszönöm, de ezt nem vállalom, ahogy a gazdag ifjúról olvassuk, hogy ment Jézushoz, és azt mondta, hogy Uram, hát szeretnék üdvözülni, és mik a feltételek? És akkor ugye Jézus, miután beszélgetnek, és megkedveli őt, azt mondja, hogy menj el, add el minden vagyonodat, s kövess engem. És akkor a gazdag ifjú azt mondja, hogy nem, hát szeretnélek követni, de azt nem. Tehát föl kell mérnünk, hogy készek vagyunk-e arra az építkezésre átállni, amit az Úr kezd velünk, mindent a rendelkezésére bocsátani. Olyan jó volt látnom egy férfit, aki miután hosszú évek alkoholizálása kötözte őt, és annak az apátiájában élt, és meglehetősen elhanyagolta a lakását, és megszabadította őt az Úr. És utána hamarosan új építkezésbe kezdett. Azaz olyan módon újította föl a lakását, és épült át az élet menete, hogy ámulat. Hogy mit jelentett, hogy az Úrral építkezik. De ez neki is fel kellett mérni azt, hogy mibe kerül. És erőt kellett kérni hozzá, hogy adja meg az Úr, hogy egy korty italt sem tovább.
És ha valakiben a teljes elszánás megszületik, és alázattal kéri ehhez az Úr erejét, és következetesen megmarad, akkor egy új építkezés kezdődik az életében. Az építkezéshez hasonlóan háborút is mond Jézus, hogy a király fölméri, hogy vajon a győzelem reményében vívhatom-e meg a harcot az ellenséges királlyal, vagy ha nem, akkor nem kezdek bele, hogy kártétel legyen, hanem a békefeltételeket kérdezem. Ugyanarról beszél Jézus. És ha mondtam, hogy építkezéshez hasonlítja Isten országát, most harchoz, háborúhoz hasonlítja, mert sokféle harcot meg kell vívnunk önmagunkkal is, másokkal is. Ez szintén jó hasonlat itt, és föl kell mérnünk, hogy megvan-e a muníció hozzá. Az Úrnál megvan, de ez a két példa arról beszél, hogy az eltökéltség megvan-e nálunk. Hogy igazából én számot vetek azzal, hogy ővele akarom teljes szívből az építkezést is, a harcokat is megvívni, és akkor induljak el követni őt, hogyha eldőlt a szívemben. Úgy, ahogy Szundár Szingh énekét ismerjük többen, hogy eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Nincs visszaút. Nincs visszaút. És mögöttem a világ, előttem Jézus, nincs visszaút, és követem őt. És követte úgy, hogy az életét is odaadta, 31 néhány évesen megölték őt Jézus követéséért, ő Indiában volt, ugye indus, és vállalta Jézust. És ennek ez lett a következménye. Hát én itt most nem ilyen feltétlen halál kérdést akarok elénk adni, de azt, hogy Jézus követését csak teljes szívvel, fölmérve, hogy ez mibe kerül, és elkérve tőle az ehhez való erőt, döntést, elszánást.